Természetesen nem hagyhattam reakció videó nélkül a november 25-én érkezett Adieu klipet. A következő videó igazi csemege lesz, ha zenekar rajongója vagy. Miután a Zeit reakció videó nagyot ment, bátorkodtam összeszedni az érdekességeket, easter egg-eket mondhatni a kisfilmmel kapcsolatba. Kezdjük a legelején, kezdjük a minőséggel. Specter Berli rendezte anno a Deutschlandot, ami szintén felért egy játékfilm költségvetésével, így nem volt nagy meglepetés a klip mostani minősége, mondhatni elvárás volt. Na de! Arról nem volt szó, hogy olyan minőségi művészi alkotás lesz a vége, mint végül lett. Mozifilm minőség és költségvetési klip a végeredmény. Külön kiemelném az eszméletlen színezést, a vágást, az operatőri munkát, valamint a speciális effekteket. Jöjjön a mai videónk legizgalmasabb része, az easter egg-ek, mert bizony annyi van benne, mint egy teljes játék trilógiában. Mielőtt elkezdeném sorolni, és ha te nem láttad a klippet, feltétlen állítsd meg most ezt a videót, és térj vissza, hogyha megnézted. Spoiler veszély következik. Sokadik nézésre és képkocka bogarászás után a következő utalások találhatóak meg a klipben. Talán nem az összes, sőt, szóval ne szedjetek szét a kommentekben, inkább gyűjtsük össze együtt. Rögtön a videó elején jön a párhuzam a Deutschlanddal, újra itt a piros lézer, nyilvánvalóan sok nyomozás nem igényelt a felfedezés, de ami ezt követi, az lesz az igazi. Ismerős a jelenet? Na elárulom, szintén a Deutschlandból lehet ismerős, hiszen a saját munkájából merít ötletet folyamatosan, és lássuk be, mind a mellett, hogy szinematikus, elég izgalmasan néz ki. Jó, még mindig mondhatod, hogy uncsi. Mielőtt tovább haladnánk a klippel, már le is maradtunk egy másik apró részletről. Zeit. Megvan most már. Hihetetlen, minden képkocka rejt valami utalást. Figyeld a következő jelenetet. Na még egyszer. Semmi. Akkor lelövöm a poént. Nézd a rendszámát. Lifad 6. Vagyis Liebe ist für alle da. Na nyilván nem véletlen volt a kocsi rendszáma a Lifad. És még mielőtt fel tudnád dolgozni az infót, már réges-régen túl vagy egy újabb easter egg-en, és esküszöm neked, hogy hagyok időt, nézd meg megint. Semmi. Nem csodálom. Sokadik alkalomra lett nekem is látható, de meg vagyunk, a Deutschland borítója. Nagyon profin elrejtve, és alig néhány pillanatra látható, de azért csak megvan. Jöhet a következő. Szintén lehet mondani, hogy ezen mi olyan érdekes. Hát ez, nézd, Ichwia. Ugrálunk a zenekar korszakait meghatározó számok között, és ígérem, nem ez volt az utolsó. Bevallom nektek, a következő annyira nincs elrejtve, Mutter 22. Értem én, viszont egyelőre erre nem találtam magyarázatot, szóval bátran jöhetnek a megfejtések kommentben, és találjuk ki, hogy mit is jelenthet ez a Mutter 22-es szép felirat. A zene épp hogy elkezdődik, de már is szembe jön velünk a következő easter egg. Megvan? Megint Deutschland. Folyamatosan utalgat nekünk az előző rendezésére, és tegyük hozzá, zseniálisan. Az atmoszféra, valamint a klip színezése megegyezik ezekben a jelenetekben a Deutschlandéhoz képest. Piros lézer, üvegkapszula. Jöhet a következő. Itt lehet, csak én beszélem bele, de teljesen hasonlít a jelenet a Meinherz Brandéhez. Lehet, csak én látok bele többet a kelleténél, de nézd a hasonlóságot. A következőnél egy igazi csemegére kapunk utalást. Mutter ketrec. Megvan? Nem hinném, hogy véletlen lenne a hasonlóság. És már megint alig pislogtunk kettőt, és le is maradtunk volna a következőről. Megvan? Na akkor mutatom. Siemen. És bár a klip messze nincs vége, de az én megdöbbenésemre a rejtett utalásokból egyelőre ennyit sikerült összeszednem. Hogyha bármilyen információd van, bármilyen észrevételed van a videóval kapcsolatban és a rejtett utalásokkal, akkor kommentbe jelezd, és vitassuk meg együtt, hogy mit is jelenthetnek. Térjünk át a klip elemzésére, hogy mégis ez a tömérdek információ, utalás, a magas minőség mit is szeretne tőlünk. Az én álláspontom a következő, és természetesen nem feltétlen ez a valódi jelentése. De rögtön a klip elején, ahogy együtt ülnek a furgonban és belekortyolnak a flaskába, jelentheti a koncert előtti felkészülést az öltözőben, amihez kapcsolódna a Lifad rendszám, amint megérkeznek a csodálatos operaházba, számukra az aréna az igazi csoda a több tízezer emberrel. A fegyverek szimbolizálhatják a hangszereket, hiszen amint beérnek, már lőnek is, akárcsak a színpadon.
Bejutnak a széfbe, szerintem a fiatal énüket égetik el, lássuk be, Till Lindemann lassan 60 éves. Paul 57, még a többiek 51, 55 és 56 évesek. Azért benne vannak már a korban. Váltunk a ketreces jelenetre, ahol az óriási tömeg a rajongókat képviseli, ahogy szétszedik őket a kalitkában, de tisztában vannak vele, hogy a rombolós jelenet mutatja, hogy a rajongók nélkül ők se lennének. Nagyon röviden én ezt tartom a klip mondani valójának, de természetesen nem feltétlen ez a valódi, nem feltétlen ez az igazság. De hogy a rengeteg rejtett utalás mit takar, az maradjon meg a rendező titkának. Amennyiben bármilyen észrevételed van a klippel kapcsolatban, írd meg nekem kommentbe és szedjük össze a kimaradt motivumokat. Ha szeretnél ilyen videókat látni, nyomj egy lájkot, egy feliratkozást, és nem maradsz le a következő elemzésről sem. Én Juhász Norbert voltam, ez volt a Rammstein Adieu reakció videóm. Sziasztok!